Hare Krishna, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és még itt az ebéd előtti időszakban egy izgalmas témával szeretném önöket megismertetni, aminek az első lépéseként egy pár elgondolkodtató kérdést tennék fel önöknek. Mit tennének akkor, ha egy önöknek kedves személyről rosszat hallva kellene döntést hozniuk? És nem csak egyszer hallanának rosszat egy adott személyről, akinek egyébként a tulajdonságairól, a jó minőségéről meg vannak győződve, hanem folyamatosan ellen tudnának-e állni ennek a rossz befolyásnak. Mit tennének abban az esetben, hogyha megfosztanák önöket a jogos örökségüktől? Mit tennének abban az esetben, ha egy önöknek nagyon kedves szemét elrabolnának önöktől? Nos, a Rámajána az ezekre a kérdésekre keresi a választ. És egy olyan csodálatos személy életén keresztül, és több csodálatos személy életén keresztül ismerhetjük meg, mint maga az Úr Krisna, akit Ráma képvisel. Mielőtt azonban ezekre a kérdésekre megtalálnánk ennek a műnek a segítségével a választ, illetve azért hagyd tegyem hozzá, hogy a Rámájana úgy vezeti az olvasóját, hogy ezt igazából mindannyiunknak magunkban kell megtalálni, ezeket a válaszokat. Helyezzük el ezt a művet is. Bevallom, azért került az ebéd előtti időszakra a Rámájana bemutatása, mert egy kicsit könnyedebb téma, mint az előtte lévő filozófiával foglalkozó, mély filozófiával foglalkozó művek. Ám ne hagyjuk megcsalni magunkat, a Rámajána is nagyon-nagyon mély filozófiai gondolatokat tükröz, de könnyedebb formában, mint az előtte lévő szutrikus írások. Mert hogy ez egy történetet dolgoz fel. Ugye már az előttem szólók elég mélyen beszéltek arról, hogy hogyan is lehet felosztani a védikus írásokat, és hogy ezen belül ugye Góra Szondar Kripamoy Prabhu még azt is elmondta, hogy a puránák és itiászák milyen relevanciában, illetve milyen viszonyban állnak egymással. A Rámájána egyébként azt jelenti, hogy Ráma király útja, tehát ezen is már a címen keresztül is láthatjuk, hogy itt egy fejlődést fogunk látni, amely fejlődésen nem Ráma megy keresztül, hanem ez a mi fejlődésünk lesz az ő irányításával vagy segítségével. Tehát a mű az itihászák kategóriájába tartozik, amelynek a meghatározása az, hogy olyan történeti elbeszélések gyűjtőfogalma, melyek egy személy, egy dinasztia, vagy éppen az úr ember fölötti tetteit írják le. És ennek a Csétanya Csaritámrita, amiről majd egy kicsit később lesz jó szó, Madhya Lilájának 6. részének 137. verse így beszél, a Rig, a Yajur, a Száma és az Adarva Védát, a Mahábáratát, a Pancsarátrát, valamint az eredeti Rámájanát kivétel nélkül védikus írásnak tekintjük. Tehát itt megalapozzuk a Rámájanának a jelenlétét, miért is beszélünk az előző írások után erről a műről, sőt a Csánokja Upanisad arról is beszél, hogy a Rámájanát, illetve nem a Rámájanát, hanem az itiászákat, amiben a Rámájana is tartozik, az 5. védának is szokás nevezni. A védikus hagyomány szerint ennek a műnek a szerzője Valmiki, és azért nagyon érdekes és nagyon fontos vele foglalkoznunk, mert őt tartjuk a legelső költőnek, vagy ádikavinak, és a Rámájanát pedig éppen ezért a legrégebbi első költeménynek, vagy ádikávjának is nevezzük, amely a Tréta júgában, vagy a második korszakban keletkezett. Erre is szeretnék visszautalni, már volt róla szó, hogy a védikus időszemlélet az nem lineáris, hanem ciklikus. És még ezek a ciklusok is folyamatosan ugye követik egymást, nagyon mélyen, ebbe most nem megyünk bele, megint az ebédre való tekintettel, hogy még nem fogyasztották el, de annyit azért szeretnék elmondani róla, hogy egy-egy cikluson belül 4 korszakot különböztetünk meg. A szatya, a tréta, a dvápara és a kalikort. A kalikorról már több szó esett a mai alkalommal, és a mi témánk most a Rámájana nem is ebbe a korba fog minket kalauzolni, hanem a második korszakba, a tréta júgába. Azért szeretnék erről beszélni, ezt megelőzte az aranykor, ez már az ezüstkornak az időszaka, mert ahogy már utalás volt erre is,
Ezt a kort a Kalikornál sokkal jobb körülmények jellemezték, mindakár az emberi élettartamra vonatkoztatva, ami ebben az időszakban 10 000 év volt, mind az ember intelligenciára vonatkoztatva, és azokra a képességekre is, amelyek az abban a korban élt embereket jellemezték. Éppen ezért fordulhat elő az a Rámájanában, hogy olyan fegyverekről olvasunk, amelyek ma már számunkra elképzelhetetlenek, vagy legalábbis akik a hadászatban szeretnének elmélyülni, ők csak szeretnék ezeket a fegyvereket használni, illetve megismerni, de nincs meg hozzá a képesítésük, meg a 10 000 évük, hogy ezeket a fegyvereket valóban a magukénak tudják. Mert hogy ezeknek a fegyvereknek az elkészítéséhez, illetve nem elkészítéséhez, hanem használatához lemondásokra volt szükség. Hosszú időn keresztül tartó lemondásról, illetve meditációról, ami a mi csekéke 100 évünkbe nem igazán fér bele. A tréta jogára még az is jellemző volt, hogy ott az embereknek az élethossza mellett az intelligenciája és ehhez tartozóan az emlékező tehetsége is sokkal kiterjedtebb volt, mint ami a Kalikor emberére jellemző, és éppen ezért fordul elő az is, hogy a Rámájánának számtalan szövegváltozata létezik, mert hogy nagyon sokáig a Rámájana szövegei szájhagyomány útján hallás alapján kerültek továbbadásra, tehát nem volt arra szükség, hogy ezt valaki lejegyezze. De azért a szerzőről még szeretnék egy pár szót mondani önöknek, azért, mert hogy már maga a szerző is egy nagyon kalandos történet, aki igazából keretezi is az egész Rámájánának a történetét, megjelenik a műben az elején és a végén is, mintegy tényleg keretezve az egész történetet, és akkor beszéljünk róla, hogy mit is kell tudnunk Valmikiről. Varunának a magjából született, az eredetnyire Ratnákáraka volt, de később ebből a, mert ugye Varuna egy félisten, az ő magjából gondolhatnánk, hogy aki megszületik, az nagyon előkelő képességekkel rendelkezik, nagyon okos, nagyon értelmes, és ezeket a tulajdonságait a jó érdekében használja föl. Valmikivel azonban nem ez történt, hanem egy haramia lett belőle, és hogyha nem jön az isteni segítség Nárada Muni egy bölcs személyében, akkor így is maradt volna. Viszont Nárada Muni, amikor az útját keresztezve természetesen az úr terve szerint Valmikinek, akkor Valmiki őt is csak ki akarta rabolni, úgy gondolta, hogy itt egy ember, itt a lehetőség, akkor én erre le fogok csapni. Viszont Nárada Muni nagyon egyszerűen fegyverezte le. Semmilyen harcmodor nem kellett hozzá, hanem egy kérdést tett fel Valmiki Muninak. Azt kérdezte tőle, hogy mit gondol, hogy amellett, amit megszerzett a gyümölcsök mellett, az ezzel járó következményeket is hajlandóak lennének-e viselni azok, akikkel a kincseket megosztja. Valmiki kíváncsi lett, hazament és megkérdezte a családját, a feleségét arról, hogy amellett, hogy azokat a kincseket élvezik, amit ő a rablás során szerez, hajlandóak lennének-e osztozni azokban a büntetésekben is, ami ezért jár. Mit gondolnak, mi volt a válasz? Nem volt osztatlan lelkesedés, úgyhogy Valmiki ezért Nárada Muni tanácsára inkább az aszkéta életet választotta, és hosszú lemondásokba kezdett. Nárada Muni azt javasolta neki, hogy meditáljon mindig a marászón, ami azt jelenti, hogy halál. És akkor Valmiki Muni, amikor elkezdte mondani ezt a szót, maráma, ugye Ráma neve bontakozott ki belőle, tehát egy látszólagos, egyszerű tanácsból az úr elrendezése kapcsán, ugye Valmiki Muni Ráma szent nevét énekelte. Nézzük meg a versformát, ami ezt a művet jellemzi. Ez is egy történethez kapcsolódik, ugyanis Nárada Muni nem csak egyszer jelent meg Valmiki életében, hanem volt, amikor már konkrétan tanításban részesítette Valmikit. Valmiki azzal a kérdéssel fordult hozzá, hogy kiről lehetne
szép műveket, történeteket írni, és akkor Nárada Muni leírta az Úr Ráma Csanda csodálatos tulajdonságait, tetteit és isteni kinézetét, és akkor Valmiki ezen kezdett meditálni, ezeken a szavakon. Amikor lement egy tópartra, és ott gondolkozott ezen, ahol párzó darvakat látott a tóparton. Ez nem vonta el a figyelmét az Úr Ráma Csandra történetéről, viszont az igen, hogy a párzó madarak egyikét egy vadász leterítette az íjával. És ezen viszont, mivel nagy együttérzést érzett minden egyes élőlény iránt, Valmiki nagy haragra gerjedt. És ezért megátkozta azt a vadászt, aki elpusztította ezt a darvat, majd ezt az átkát aztán később megbánta, és elszégyelte magát. Ekkor azonban az Úr Brahmá sietett a segítségére, és elmondta, hogy ez sem volt véletlenül, ennek az átoknak az elhangzása. Ez az isteni tervben azt a részt képviselte, hogy igazából az ő Úr Brahmá adta a szájába ezeket a szavakat, mégpedig azért, hogy aztán ez egy áldássá váljon, hogy ebben az átokként elhangzott formában örökítse meg majd Valmiki az Úr Ráma Csandrának a földi kefteléseit, és akkor így jött létre a bűnbánatból, a sókából az egyedi és gyönyörű 4 soros és 8 szótagos vers, a slóka forma, ami később majd nem csak a Rámájanát jellemzi. Jó. Nézzük meg a műnek a felosztását. Eredetileg 24 ezer szanszkrit versből áll. Sajnos az, amit ma Magyarországon el tudunk érni, az ennek csupán a töredéke, körülbelül a 10%-a. Tehát ez a 24 ezer vers, ez még annak a töredéknek sincs teljesen az egésze lefordítva magyar nyelv, de az eredeti az 7 kándából, azaz könyvből állt. Ez a 7 kánda végigveszi Ráma gyermekkorát, hogyan töltötte fiatal hercegként az idejét Ajódhjában, számüzetését az erdőben, ugyanis itt visszakanyarodok az egyik eredeti feltett kérdésemre, hogy hogyan cselekednének akkor, hogyha megfosztanák önöket a jogos örökségüktől. Képzeljék, Rámával ez történt. Ugyanis ő lett volna a trónnak az örököse, de ármány miatt ettől a tróntól megfosztották. És nem csak, hogy megfosztották, hanem számüzetésbe is került. És akkor ezt írja le az Áranyag Kánda, a harmadik része ennek a történetnek. Majd nem csak, hogy számüzetésbe került, hanem itt jön a következő kérdésem, amit Ráma majd jól bemutat nekünk, hogy elrabolták tőle a feleségét, Szítát, aki a számára legkedvesebb volt. Tehát egyre izgalmasabb és egy nehezebb szituációk jöttek a király életébe, de szerencsére nem volt egyedül. Egyrészt ott volt vele hűtársa és testvére Laksmana, másrészt pedig a legjobb szolga Hanumán, az ő személyükre még majd vissza fogunk térni egy kicsit később. Majd lesz egy küzdelem is, egy nagyon izgalmas küzdelem Ráma király és Rávana között, aki a fő ellenségképe lesz ennek a történetnek, és nem csak, hogy egy ellenségkép, hanem egy valódi személy, hiszen tudjuk az Itiászákról, hogy ezek megtörtént eseményeknek a leírása. Nem fantazmagória szüleményei, nem csupán mesés, eposz történetek, ahogy esetleg tanultuk azt középiskolában, amikor egy mondatban említettük a Rámájanát, hanem megtörtént történelmi események. És az végső rész pedig majd Rávana életrajza és Ráma élete lesz, miután visszatér Ajódhjába. Tehát azért most kicsit enyhítek a szorongáson, vagy azon a kérdésen, hogy mi is történt a királlyal. Legyőzte az ellenséget, visszaszerezte az elrabolt feleségét, és visszatértek a királyságba. De természetesen ez sem ennyire egyszerű. Megyünk tovább. Mi az, amiből a főiskolán, a Bhaktivedanta főiskolán tanulnak a diákok? Ez az a változat, amit ugye számtalan szövegváltozat létezik, és mivel szájhagyomány útján terjedt, ahogy már említettem, és klasszikus szanszkritban íródott, már az eredeti, akit említettem, ugye Valmiki volt az írója, Srila Prabhupád őt fogadta el hitelesnek, de még a Valmiki szövegmagyarázatban is rengeteg változat létezik. Viszont a több angol fordítás alapján a rövidített változat, amit szintén Srila Prabhupád elfogad, az Krishna Dharmadásznak a Rámájanája volt, illetve az a mai napig is.
ami hozzávet néhány történetet még a Brahmán napuránából is. Ennek pedig három részes felosztása van. Egy első részben sötét ármány, amit megpróbáltam érzékeltetni a kérdésekkel, majd a száműzetés és végül a háború története. Amikor egy könyvet fellapozunk, még akkor is, hogyha annak a létjogosultsága megalapozott, nagyon fontos, hogy hogyan állunk hozzá mi, olvasók, ehhez a történethez. És a Rámájánának az előszavában ehhez kapunk egy kis segítséget. Ugye ott a kérdés, hogy milyen mélységben ismerhető meg a mű, az az olvasónak a szemléletén múlik. Nézzük, hogy milyen szemlélet lehetséges a Rámájana esetében. Ami biztos mindenki számára, hogy élvezetes és felemelő műről van szó. Persze az élvezetet az pont fokozza, hogy nagyon sok kaland, nagyon sok küzdelem tartozik hozzá, hiszen amikor mi ezeket a kalandokat ugyanúgy átéljük, a mi bensőnk is nemesedik ennek segítségével. Tehát ez a három fő hozzáállás lehet egy izgalmas történet, úgy foglalkozni vele, mint egy mese, de akkor úgy foglalkozni vele, mint aminek a mesehőseinek a kalandjain keresztül mi magunk is nemesebbé válunk. Vagy lehet egy krónikaként olvasni az adott korról, védikus történetként, ahogy említettem, hogy a Tréta-jugában hogyan éltek az emberek, milyen minőségűek voltak, mi vette őket körül, ugye a Rámájana ír arról is, hogy milyen csodálatos félisteni lények vannak például, amit mi ma már a Kalikorban nem láthatunk. Illetve van a harmadik nézőpont, ami azoknak szól, akik Rámát el tudják fogadni, mint az istenség legfelsőbb személyiségét, és ez a nézőpont teszi lehetővé azt, hogy a Rámájana igazi mélységei megérthetők legyenek számunkra, hogy azok a kérdések, amik elhangzottak, amiket feltettünk magunknak, minden kétség nélkül maradéktalanul meg tudjuk válaszolni. Nézzük akkor meg a főhősét a történetnek, az Úr Rámát. Ahogy említettem, ő Krisnának az egyik megnyilvánulási formája, a 10 fő megnyilvánulási formában benne van, és ennek a történetnek a segítségével bemutatja, hogy hogyan kell tiszta, erkölcsös és vallásos életet élnünk, és példát mutat a kortársainak, és nem csak nekik, hanem a mű minden olvasójának. Miben mutat példát? Mit jelent családosként élni, és mit jelent vallásos életet élni? Tudnunk kell, hogy nagyon híres az Úr Rámacsandra arról, hogy Éka Patni vratát vett, ami azt jelenti, az Éka egyet jelent, Patni feleséget, a vrata pedig lemondást. Én azt gondolom, ha ezen egy kicsit elgondolkodunk és visszatérünk, vagy kicsit azért gondolkozunk a Kalikor emberének fejével is, hogy ez az Éka Patni vrata, egy feleség lemondás, hogy ez most a mai korban vajon lemondásnak minősül-e abban a tekintetben, hogy a kedves férjek tudnak-e egy feleséggel is kielégítően minden körülményről gondoskodóan ugye gondoskodni. Ez még a Tréta korban nem jelentett olyan nagy problémát, mint akár a mai kor embere számára, viszont Ráma abban példamutató a számunkra, hogy ő már ebben a korszakban vállalta ezt a fogadalmat. Tehát igazából a Rámájana az az igaz szerelemnek a története is. Azt is bemutatja nekünk, hogy hogyan vezeti a népét egy tökéletes uralkodó. Azt, hogy mi a kötelessége egy fiúgyermeknek. A fiúgyermek kötelességei közé tartozik az, hogy az apját, az apjának a szavát minden körülmények között betartsa és kövesse. Még akkor is, ha ez azzal jár, hogy száműzetésbe kell vonulnia. Az Úr Rámacsandra esetében is erről volt szó. És láthatjuk azt is, hogy hogyan működik az isteni törvény, ami néha felülírja azt, amit először gondolnánk egy adott szituációról, felülírja azt, ami rövid távon akár kedvező lehet a számunkra, azt mutatja be, hogy a hosszú távú kitartás, az erényesség, a vallásosság és az adott szóhoz való ragaszkodás végül milyen eredményre vezet a számunkra. Tudnunk kell a műről azt is, hogy nem csak a Ráma király az ideális példa benne, hanem más szereplő is tudunk olvasni az eszményi apáról, testvérről vagy feleségről, és a szolgáról is, illetve hogy hogyan lehet a kötelességek betartásával a tökéletes kapcsolatokat létrehozni és ápolni. Nem csak, hogy létrehozni, hanem igazából ápolni. És azért erre még egy pár mondatot szeretnék kitérni, hogy
vajon a mai korban azt gondoljuk-e, hogy a tökéletes kapcsolat az abból áll, hogy betartjuk a kötelességeinket? Vagy arra gondolunk, hogy a tökéletes kapcsolat az, ami az érzékeimet elégedetté teszi. Amely érzékek közé most az elmét is hozzátennénk. Önökre bízom a választ. Megyünk tovább. Itt Rámajána esetében mindenképpen arról van szó, hogy a tökéletes kapcsolatok működéséhez a kötelességek betartásán át vezet az út. Nézzük akkor meg, hogy milyen más ideális példákat látunk az Úr Ráma személyen kívül. Beszélhetünk Szítáról, a feleségéről, akihez nagyon bensőséges kapcsolat fűzte már csak azért is, mert a Szíta, ő az Úr örök társa. A szerencse istennője is, Laksmi. Azt jelzi az ő kiemelkedő helyzetét is, hogy ahhoz, hogy elnyerje a kezét, még az Úr Rámának is egy próbatételen kellett keresztül mennie, ami az volt, hogy Síva íját húrozza fel. Ő egy kicsit túl teljesítette a tervet, nem csak, hogy felhúzta, hanem el is törte azt az íjat, amit 300 férfinak kellett odavinni az áldozati arénába, ahol ez a próbatétel volt. Igazából tudnunk kell az ő szeméről, ezt egy kicsit előre szaladok a történetben, de mégis fontos, hogy tulajdonképpen nem őt rabolta el Rávana, az a démon, akivel a fő küzdelme lesz majd az Úr Rámának, hanem mivel ő is egy hasonló hatalommal rendelkezik, mint a legfelsőbb úr már, mint Szita, ezért teremtett egy illuzórikus formát az anyagi energiából, és ezt tudta csak Rávana magával vinni, nem őt magát, nem az igazi Szita Dévit. Laksman, Ráma testvére. Róla tudnunk kell, hogy mindig hűen szolgálta a testvérét, olyannyira, hogy neki nem kellett volna számüzetésbe mennie. Mi vajon vállalnánk a testvérünkkel egy 14 éves erdei tartózkodást minden nehézségével együtt? Nem csak, hogy a testvérére figyelt, hanem annak feleségére is, de olyannyira erényesen tette azt, hogy amikor Szítát elrabolták, és elé vitték Szítának az ékszereit, akkor csak a bokacsengettyűit ismerte föl. A karpereceit és a nyakláncát nem. Miért? Mert csak Szita Dévi lábfejét látta. Tehát ő feljebb, mint egy erényes férfi, sosem tekintett a férjének, vagy a testvérének a feleségére. És Hanumán személye is elválaszthatatlan egyébként Szita és Rám személyiségétől. Nem tudom, láttak-e már olyan ábrázolást, amely egy nyitott mellkassal ábrázolja Hanumánt, és a szívének a közepében ábrázolja Szítát és Rámát. Ő az, aki azt képviseli, hogy a tökéletes szolga mindennel meghódol az Úrnak. Szavaival, elméjével, testével, mindent, amit csak tud, az Úr odaadó szolgálatában foglal le. Végül Rávanáról írtam több sort, de a lényeget szeretném önöknek kiemelni. Olyan lemondásokon keresztül jutott hozzá a hatalomhoz, amivel el tudta rabolni, vagy el tudta foglalni Lankát, amit Kuvéra építetett, hogy elégedetté tette az Úr Sívát. Igen, hát a levágott fejek felajánlásával, akit érdekel a borzongató történet, el lehet olvasni a Rámájánát. De az volt a hibája, hogy erőszakkal teljesítette be a saját hatalmi vágyát, tehát nem az Úrral összhangban cselekedett, és ráadásul még büszkévé és felfuvalkodottá is vált. Teljesen figyelmen kívül hagyta az Úrnak az univerzális törvényeit, viszont azért volt az ő személyének létjogosultsága, mert az volt a szerepe, hogy az Úr kiélhesse a harci vágyát. Ugye amikor egy ideális helyzetben vagyunk, akkor nincs ellenség. És mi van akkor, hogyha Isten harcolni szeretne? Akkor nem papír katonákkal fog harcolni, hanem valódi ellenséggel, és Rávana, hogy valódi ellenség volt az Úr Ráma számára, hogy hogyan vált ellenségi, illetve hogyan lehet valaki az Úr ellensége. Ezzel kapcsolatban csak egy mondat, és megint a folytatása a könyvben következik. Egy átok következtében az eredeti helyzete Rávanának egy ajtónálló volt, egy isteni ajtónálló, aki egy átok következtében vált az Úr ellenségévé. Amit Rávanán keresztül meg tudunk tanulni, az az, hogy az anyagi javak halmozása nem vezet a boldogsághoz, és a lelki gyönyörök, vagy a lelki gyakorlatok, illetve a lelki élet szépsége és tisztasága, amit Szita képvisel, ezt nem lehet erőszakkal megszerezni, hanem csak
kitartó munkával. Végül engedjék meg, hogy a három fő tanítását a Rámájanának összefoglaljam. Az egyik az, hogy bármennyire is nehéz, végeznünk kell a kötelességünket. A következő, hogy ha belebonyolódunk az anyagi világba és a családi életbe, akkor rengeteget kell szenvedni. Ez nem egy lehangoló végkövetkeztetés, ez csak egy tény, tehát hogyha valaki az anyagi világba bonyolódik, akkor ezzel számolnia kell, tehát nem lesz fáklyás menet az anyagi világ. És végül az elkülönülésben végzett szolgálat édessége. Ez pedig azt jelenti, hogy bár az Úr Ráma legyőzte ellenségét Rávanát, és visszaszerezte a kedvesét, feleségét, hitvesét, Szítát, de aztán újra el kellett válniuk. A Rámájana történetben az Úr Ráma Csandra és Szita Dévi több alkalommal elkülönülésben van, ami azt jelenti, hogy nincsenek együtt, és nem tudják így élvezni a kapcsolatukat. Ám ez a műnek a szerves részét képezi, és a Gaudia Vaisnava filozófiában egy nagyon-nagyon fontos rész, és egy nagyon-nagyon fontos kapcsolat az Úrral. Mielőtt még megköszönném a figyelmet, kicsit előreugrottam, szeretném, mivel az volt a létkérdés konferenciának a témája, hogy a Gaudia Vaisnava szemszögből értelmezzük ezeket az írásokat, kicsit kitekinteni arra, hogy mi a kapcsolata a Rámájanának a Gaudia Vaisnava tradícióval. Egyrészt az, hogy Gaudia Vaisnavaként is tartjuk azokat az ünnepeket, amelyek az Úr Rámacsandrához kapcsolódnak. Megünnepeljük a győzelmét a gonosz Rávana fölött, megünnepeljük azt, amikor Szita Dévi, vagy maga az Úr Rámacsandra megjelent, és ezeken az ünnepeken keresztül, az emlékezésen keresztül felidézzük az Úrnak ezeket a csodálatos nem csak kefteléseit, hanem a tulajdonságait is, amelyeket a Rámájánában megmutat nekünk. Köszönöm szépen a figyelmet!